nem mondok le. És ha itt mindenki lemondana, akit ösztönöznek ebbe az országba, akkor lassan már üres lenne a parlament. Ezzel zárta rövidre a találgatásokat Gyárfás Tamás, a Magyar Úszó Szövetség elnöke egy nap azután, hogy Hosszúkat Nika háromszoros olimpiai bajnok úszó egy nyílt levélben követelte távozását. A sokszoros világ és Európa bajnok úszónő levelében a magyar úszósport legártalmasabb tényezőinek nevezte Gyárfás Tamást. Mint írta, az úszószövetség ígéretekkel és megfélemlítéssel tartja sokban az úszókat és a klubokat, miközben, ahogy írta, továbbra sem biztosítottak a profi felkészülés körülményei. A sportoló szerint Gyárfás Tamásnak a saját pozíciója miatt fontos, hogy fenntartsa a létbizonytalanságot a sportágon belül. Gyárfás Tamás egy más témában tartott sajtótájékoztatón erre úgy reagált, hogy Hosszúkat Nika eredményeit a szövetségben nagyon nagyra értékelik, tiszteletben tartják, és minden igényét, kérését teljesíteni igyekeztek, ezért is érte váratlanul őket az úszónő közleménye. Van úgy, hogy van-e, hogy lemegy egy bejátszás, és akkor a vendégek arcát nézem, és nem veszek észre semmit. Most mindenkinek volt valamilyen grimassza, valamilyen testbeszéd, ami sok mindenről árulkodik, kezdjük Anitával. Én egyszerűen nem tudok tovább lépni azon a mondaton, ami egyébként a Gyárfás száját elhagyta, hogyha mindenkit, aki nyomás alatt van, hogy mondjon le, akkor üres lenne a parlament. Én lehet, hogy nem bennem, hogy üres lenne mondjuk a jelenlegi parlament, de önmagában szerintem ez kicsiben nagyon jól modellezi azt, hogy mi történik az országban. Tehát egy bizonyos analógia mentén jól lehet látni, hogy az a fajta értetlenség, ami mondjuk a Hosszúkat Nika nyilatkozatát is övezi mondjuk a Gyárfás részről, hogy de hát mit akarsz, tehát te mindent megkaptál, hogy esetleg nem arra gondol, hogy valakinek az önző érdekei mentén a saját kis gesztenyét kipapargatva mondjuk másokért is kiáll, mert azt nem tagadta egyébként ebben a bejátszásban sem, meg a sajtótájékoztatón sem, hogy vannak problémák ebben a sportágban és ennek a szakszövetségnek a működésében, csak azt mondja, hogy Hosszúkat Nikának nincsen oka arra, hogy panaszkodjon, és hogy egyszerűen számunkra felfoghatatlan, hogy van valaki, aki mondjuk ennek a sportágnak az aranytojás tojót tyúkja, az egyszer csak azt mondja, hogy elég volt, és ez nem biztos, hogy azért mondja, mert saját maga akar csak kiisztízni valamit. És annyira furcsa, hogy tulajdonképpen, mint a hatalomnak is az ember képe, tehát hogy átvitt értelemben is, és így nagyobb nyilvánosság előtt is, hogy te csak magaddal törődj, és nem is értjük, hogy neked most mi okod van panaszra, hiszen egyébként egy ország szintjén viszont nagyon nehéz azt elérni, hogy azonosítsuk az aranytojástő tyúkokat, és aztán azokat mondjuk öntudatra nevelve, vagy öntudatra ébresztve. A alkotmányjogásznak mi az érdekes ebben az ügyben? Hát talán alkotmányjogilag nem is releváns a kérdés, de személyesen azt lehet mondani, hogy... Nem, hát azért beszélhetnék azért a hierarchia csúcsán lévő ember... Hát éppenséggel ez az ember, aki a hierarchia csúcsán van, nagyon sokat beletett abba, hogy a 17-es vizes világbajnokság sikeres legyen. Mégiscsak a finál elnöke, nem a közösség a elnöke. Úgy van, úgyhogy ebben a pillanatban lemondania neki azért egy évvel a világ. Hát meg mégiscsak egy 23 éve sikeresen működő szakági vezető, akinek aki egy kuperájt vett, tehát azt ne felejtsük. Azt nem tudom, mert egyáltalán nem akarom magamat abban a színben feltünteni, hogy értek bármelyik sporthoz is. Tudsz úszni. Csak úszni éppen, hogy tudok, de a Gyárfás Tamás ténykedését akár médiamenedzserként, akár újságíróként, akár sportvezetőként távolról azért volt módom szemlélni. Nekem ebben a dologban egy kicsit feltűnő az, hogy életre halára a világ legjobb úszója, pillanatnyilag legjobb úszója felesküdött arra, hogy leszedi a tábláról ezt az embert, mert 2008-ban azt találta mondani, hogy ő reménytelen, vagy nem is tudom, hogy mondott-e ilyet. Minden hát ez a lényeg, hogy egyáltalán nem biztos, tüskét. Hogy mondott itt. Lehet, hogy nem mondott ilyet, de lehet, hogy valami rossz érzés kell. Lehet, hogy az a bizonyos tüske abból volt, hogy amikor a világbajnokság reklámját készítették, akkor állítólag 2 millió forintot kért a Katinka. De ez most volt, lehet, hogy... De gyerekek, okay. De most arra hivatkozik, Kati, hogy azt mondta neki 2008-ban, Kati, hogy lehet, hogy nem Anitának van igaza, és nem nagy globális az úszatáson rétő problémákról van szó, hanem csak egy apró tüskéről, ami például lehetett. Gyerekek, ismeritek Gyárfást, tehát nem egy emberben hagy egy tüskét, mindenkiben, akivel találkozik, számtalan apró tüskét hagy. És ez ok arra, hogy egyébként egy sikeres sportvezető? Én azt mondom, hogy a Gyárfásnak nem szabad lemondani, időt kell neki adni, mert én emlékszem, hogy milyen volt először riporterként, olyan rossz volt, hogy rögtön el kellett volna csapni a szakma környékére. Időt kell adni, hogy jól nyilatkozom, mire akarsz? Később, riporterként később se lett jó. Viszont menedzserként én is mertem. Menedzserként,
menedzserként azokat az embereket, akik a pénzt hozták neki, tehát a forró vagy én, akik itt megcsináltak a reggelyt, minket pátyolgatott, ezért nem hiszem, hogy a hosszú Katinkával neki személyes probléma lenne, mert ő hozza azokat az aranyokat, amik megalapozzák az ő idejét. Aki meg nem hoz, aki nem hasznos a számára, azokon átnéz, azokon átlép. Ugyanakkor viszont azt gondolom, hogy a génállományát azt rögzíteni kéne és sokszorosítani, mert ez az ember mindent túlélt. Ez az ember olyanokat él túl, amit sokkal értékesebb emberekre, hogyha át tudnánk hinni, akkor ez az ország nagyon sokra mondatot még fontosnak tartok. Igen, ehhez nem az egész Gyárfási Ádámhoz hozzátenni, hogy nevezetesen akkor, amikor Hosszú Katinka egyszer csak egy novemberi napon arra ébredt, hogy ma megint leszedi a gyárfást a tábláról, mert idén januárban ezt már egyszer megpróbálta, de akkor nem voltak ehhez követői. Most pedig óráról a magyar úszósportból. Gyerekek, az egész magyar demokratikus ellenzék azon nyavajok, hogy nincs egy ember, aki neki merne menni a politika gyárfás Tamásának. Akkor jön egy Hosszú Katinka, aki neki megy az úszás gyárfás Tamásának, és akkor elkezdünk itt ezen rögtön. Én szerintem se Hosszú Katinka pszichoanalízisét kéne elvégezni, hogy mennyire személyes vagy. Politika, de... azért ne felejtsük el a férjét, ezt az amerikai srácot, aki idejön, és osztja az észt. Miközben ennek az embernek valaki elmondhatná már, hogy az első olimpia aranyérmet egy Hajós Alfréd nevű ember szerezte. Aztán, elmondani? Hogy tudja, hogy hova jött. De és akkor ő... Hát ne találja ki, hogy ő csinálja meg a magyar úszást. Hát de megcsinálta a feleségét. Értem, de nem Üzbegisztánban ment, vagy Kazasztánban, vagy Dubajban. Annyira jellemző ez. Annyira, van egy csaj, aki... Nem, ez a fickó, van és osztja aki, az észt. Van egy csaj, aki tud úszni, és mi arról... Ez a nemzeti önbecsülés a havasból így... Kilövel. Hát utána Évától kezdve Czenne Attilán keresztül, Harry. A Gyurtán keresztül. Hát nehogy már ő találja ki, hogy Magyarországon hogyan kell úszni. De te meg ne viccelj, van egy lány, aki tud úszni, és mi arról vitatkozunk, hogy melyik... Nem pásztam, hogy az önkormányzatban. Azért... Megvonom a szót. Ott ezt nem lehet megcsinálni. Megvonom a szót. Ott ezt nem lehet megcsinálni. Döpszödi, fogd a szádat. De elmondom, de ez nem pásztam önkormányzat. Nem baj, de a mondatnak az a vége, hogy van egy lány, aki tud úszni, és mi arról vitatkozunk, hogy kit nem szeretünk, a gyárfást vagy a férjét. Hát röhely. Jó. Hát ezt nem hiszem el. Nem. Na, jó. Mivel ne, kezd az ökszöniből elegem lenni. Engem utánoz, hogy mi az Isten? Na, második bejátszás.